Wanted Podcast, az idén 26 éves Wanted magazin beszélgetései a popkultúra körül. Sziasztok! Ez itt a Wanted Podcast, melyben ezúttal több adásban is a világhírszindróma nevű különös betegségről beszélgetünk. Arról, hogy a 90-es években, a 2000-es évek elején hogyan fertőzte meg a magyar produkciókat, hogyan érezték rockzenekarok szűknek a Kárpát-medencét, mi mindent áldoztak fel a nemzetközi befutásért. Sexepil, Fresh Fabric, Blind Myself lesz a terítéken, mai adásunkban viszont a Blind Myself alapító frontember, jelenleg a számos élvonalbeli popprodukciót, például a Wellhellót is menedzselő Tóth Gergővel beszélgetünk. A mikrofonnál Kovács Tamás. Mennyire volt tudatos a Blind Myselfnél az, hogy a világpiacra készültök? Nekünk nagyon nem voltak szimpatikusak, akkor még a magyar zenekarok legnagyobb része. Nem tetszett a zene, a dalszöveg, olyan nem hatott meg egyáltalán minket, és nyilván, mint minden fiatal, rengeteg külföldi zenét hallgattunk, azok jobban tetszettek, egyszerűen organikusan eleve angolul akartunk énekelni, ami mégis a mai napig is tart egy csomó zenekarnál. Szóval egyszerűen ez volt, hogy mi szerettünk volna szeparálódni valamilyen szinten attól, amit addig láttunk. Mai fejjel már másképp gondolkodom, mert rengeteg értékes magyar zenekar van, és rengetegen próbálkoztak sok mindennel előttünk is. De szerintem egy fiatal embernek ilyen 20-21-22 évesen igenis szerintem lázadónak kell lenni, meg szerintem kell az, hogy legyen egy zenei identitása, és kell az, hogy elszeparálja magát azoktól a zenekaroktól, ami számára nem szimpatikus, hogy aztán később évek alatt megtanulja azt, hogy hát azért nem is olyan rosszak azok feltétlenül, de mi is ilyen rebellis figurák voltunk, és angolul akartunk énekelni mindenáron, azért, mert külföldön akartunk jönni-menni. Mit kellett tenni a zenekarnak itthonról ahhoz, hogy egyáltalán az európai vagy a világpiac megismerjen titeket? Hát nekünk nehéz volt ilyen szempontból, tehát mi lényegében tulajdonképpen semmit nem tudtunk itthonról csinálni. Ezért is döntöttünk amellett, hogy majd elköltözünk. Mert azon túl, hogy a akkori Warner Music Hungary a Magneoton leszerződtetett minket, ők ugye nem nagyon tudtak kifelé nagyon zenekarokat adni. Segítettek egyébként, de nem volt úgy igazából komoly impactja annak, hogy ők bármit is tettek volna azért, hogy mi kint bárkik legyünk, és mi nagyon a pályánk elején voltunk. Tehát lényegében a nálad megjelent Horrified EP-nk után levő lemezünk volt már a Magneotonnál, tehát hogy még teljesen a tojáshéj a fenekünkön volt, és 0.0 koncertünk volt külföldön tulajdonképpen, és erre rá 19-re lapot húzva mentünk ki, tehát nem foglalkoztunk azzal egyáltalán semmit, hogy külföldön terjesszük az igét. 1998-ban jött ki az első EP-nk a Crossroads Recordsnál, és 99-ben jelent meg a lemezünk, az első lemezünk a Heavent, a Magneotonnál, és 2000-ben költöztünk ki májusban. Hogyan született meg az elhatározása az, hogy ültetek a próbaterembe, vagy a kisbuszba, és hogy kimenni, miért pont Amerikába, miért pont New Yorkba? Alapvetően úgy, hogy azt láttuk, hogy ami mögé oda van írva, hogy zárójel nyit, USA zárójel bezárva, arra az emberek kíváncsiak, néha sznobériából is, ami mögé meg az van írva, hogy H betű, azt a kutyát nem érdekli. Ezért gondoltunk egyet, és mi lenne, ha mi amerikai zenekarrá válnánk, és kimennénk. Egyébként Los Angelesbe mentünk ki, csak aztán New Yorkban kötöttünk ki, de ez egy későbbi sztori, majd elmesélem ezt is. Hatalmas segítségünkre volt az Ignite énekes, a Téglás Zoli, akivel összebarátkoztunk már korábban, és elmondtuk neki ezt a őrült vágyunkat, és én a mai napig nem tudom, hogy így utólag pláne, hogy miért segítettek nekünk egyáltalán egy szerencsétlen, azért amatőr magyar zenekarnak, azért baromira nem voltunk profik, lehet, hogy itt már pár újságíró, meg zenei szakember azt mondta, hogy hát ez a Blind Myself, ebből lesz valami, de így utólag talán nyugodtan kimerem jelenteni, hogy azért nem voltunk annyira profik, és ennek ellenére be tudtunk csatlakozni hozzájuk az amerikai turnéjukra. Hát föl kellett számolnunk sok mindent, én itt hagytam egy baromi nagy tartozást, vagy 300 000 forintos telefonszámlát szegény édesapámra, amit ugye az Amerikába való telefonálgatásokra ment el az utolsó időszakban. Aztán kimentünk, felültünk a repcsire, és hát úgy gondoltuk, hogy véglegesen kimegyünk az államokba. egy hónapos vízummal, szóval eléggé kockázatos volt. És hát igen, ez brutál volt. Az első nap az ilyen ugye fél álomba telt, mert hogy az félig álom, félig valóság. Ugye hullafáradtak voltunk a repüléstől, Los Angeles jó messze van, és nem aludtunk semmit az izgatottságtól nyilván. Akkor az első kalandok az volt, hogy a Téglás Zoli rendelt nekünk pizzát, és meg akartam mutatni, hogy mi a különbség Magyarország és az Egyesült Államok között, és rendelt nekünk pizzákat, majd fölhívta a pizza helyett, hogy hát túl csípős lett a pizza, úgy, hogy nem rendeltünk csilis pizzát, majd kaptunk még 4 pizzát ingyen, azért, mert hogy az amerikaiak által ilyenek, hogy inkább, még hogyha seggfej is az ügyfél, ők adnak még egy kört belőle. Úgyhogy így indult a nagy pizza kalanddal, indult az egész ott létünk. Hát nyilván egy fantasztikus és félelmetes dolog volt egyszer csak ott lenni, és akkor na hogyan tovább? Ez volt aztán a szívás. Éreztétek-e azt, vagy éreztették-e veletek azt, hogy ti nem helyiek vagytok az akcentustól elkezdve a hozzáállásig? Volt kint például civil munkátok? Aztán volt, de az elejére még érdemes így visszatérni ezzel, hogy amikor turnéztunk, akkor hát az angolunk azért nem volt annyira profi, és a dalszövegek sem tökéletesen megfogalmazottak voltak, és volt olyan srác, aki odajött hozzánk egy koncerten, hogy ő már az előző állomáson megvette a CD-t, mert jöttek utánunk, hát az Ignite után nyilván közel volt egy-két koncert, és akkor mondták, hogy milyen érdekesen van megfogva az angol, hogy milyen különlegesen használjuk mi az angolt. Egyébként szerintem inkább mi éreztük magunkat, hogy mondjam, zsírúj ruhákba mentem ki, emlékszem, mert így valahogy ragaszkodtam ahhoz, hogyha leszálltam, akkor új ruhákba öltözzek, és még úgyis koszosnak éreztem magam az első időszakban, de ez egy igazi hülye ilyen magyar begyöpösödés volt, hogy azért jó, az régen volt meg minden, de hogy egyszerűen néha úgy érzi magát az ember nyugaton, most már nyilván nem, de akkor, hogy mintha top is lennék, vagy nem tudom, és ez egy baromi nagy hülyesség természetesen, de ezt gyorsan leküzdöttük, meg mindenki baromi kedves volt velünk, néha talán már túl kedves is, tehát hogy talán a negatívumok közé sorolnám azt, hogy ott nem mindenki mond nemet. Tehát, hogy sosem mondják azt, hogy figyelj Geri, ez nem jó, próbálkozzatok még egy kicsit, és akkor jobb lesz, hanem persze, minden jó, minden szuper, minden király, és nehéz volt kihámozni ezeket a nemeket, hogy na most kimondott nemet, úgyhogy igen mondott valójában. Még visszakérdezed, még valamit említettél. Tehát, hogy mennyire éreztették ezt, hogy nem helyiek vagytok. A másik meg, hogy a kinti szakmai szintér, az hogy viszonyult hozzátok? Tehát az, hogy a Zoli támogatott titeket, itt gondolom az ő magyar gyökerei is, meg a műfai hasonlóság is hozzátett, de egyébként a többi kolléga, az hogy viszonyult hozzátok, hogy ezek a kelet-európai srácok itt tolják? Hát mindenki rendes volt velünk. Nyilván a zenekar először nagy szemekkel nézett, hogy mi a francnak hoztunk magunkkal egy ismeretlen magyar zenekart, aki egy embert nem hoz be majd a turnén, tehát hogy mi igazából koloncok voltunk, de aztán hál' Istennek fölkértek minket Ródnak is, akkor onnantól kezdve hasznos tagjai voltunk a társadalomnak. Sőt, jó fejek voltak, mert ők minden nap tudtak gitárhúrt cserélni, és azokat a levetett egyszer használatos gitárhúrokat megkaptuk. Tehát abból azért hónapokig elértünk. Szóval az jó volt. Nem tudom, nem volt para. Talán az a leginkább negatívum, amit az előbb is említettem egy picit, hogy egyrészt a turné végére lett egy úgymond menedzserünk, az Ignite hangmérnökének a felesége, aki egyébként egész komolyabb kis underground zenekarokat menedzselt New Yorkban, és ő nagyon lelkesen, mivel látta, hogy Warneresek vagyunk végül is, becsattogott a Warnerhez, akik egyből elküldték a francba, hogy ezt felejtsd el ezt a magyar zenekart, addig tartott a menedzserünk. Tehát onnantól kezdve a telefonon nem értem el. Szóval, hogy amíg volt ebben talán valamennyi lehetőség arra, hogy előlépjen, addig jó volt, de utána teljesen magunkra számíthattunk, és így próbáltunk boldogulni. Mik voltak kint a legnagyobb élmények? Úgy igazából minden, aztán szépen lassan, hogy az ember megszokik, ott már kevésbé élmény az, hogy nem tudom én, USA rendszámokat látsz meg minden, hanem a hétköznapokká váltak, de azért a 3 év végére, amit kint töltöttünk, sem mondtam meg egyáltalán az ott létet. Hát hatalmas élmény volt ez az USA turné, végigmentünk Los Angeles-től egészen Washingtonig, Philadelphiaig, játszottunk egy csomó barom jó helyen, tényleg igazi legendás helyeken. Hát a CBGB-t azért azt szerintem ki kéne emelni, mert nem sok magyar zenekar. Meg sokszor, igen. Amikor New Yorkban elkezdtünk élni, hát a legnehezebb az volt, hogy letettek minket New Yorkban, és azt hittük, hogy mi Los Angelesben fogunk élni. És a Zoli akkori felesége mondta, hogy segít nekünk autót szerezni, ugye ellébe muszáj autózni, meg házat szerezni, hogy ki tudjuk bérelni. És hát sajnos ez nem jött össze, úgyhogy kénytelenek voltunk úgy New Yorkban maradni, hogy egy kaliforniai rendszámú buszunk volt, amit csak kaliforniai határokon belül tudtuk kibérelni, de az még mindig olcsóbb volt, mint hogyha kivettünk volna egy Amerikára érvényes buszt, az kétszer annyiba került. És hát sajnos, mivel egy fillérünk sem maradt a végére, egy jó nem is tudom, 3-4 év múlva vittük vissza a buszt, és hát nekem a teljes lakásomra félretett összeg, amit a szüleimtől kaptam, az erre elment. Akkori áron 5 millió forint, ráadásul úgy, hogy amikor visszavittük a buszt, akkor elvették az útlevelemet a bérlésnél, és azt mondták, hogy most azonnal fizessek ki ugye 5 millió forintot, úgyhogy szegény anyámat hívtam hajnalok hajnalában Los Angelesbe, hogy anya, utalj pénzt, mert baj van. És aztán hát ezt a következő 3 évben elosztottuk ezt a tartozást, és mindenki szépen így egy srácot kivéve dolgozta, és mindenki így visszaadogatta a pénzt. Tehát tulajdonképpen volt egy ilyen, hát egy befektetésünk, ami így volt. Ez a negatív élmény. Viszont hát játszottunk a CBGB-be, ami egyébként egy kis klub, és úgy igazából sokszor csak 5, meg 25 embernek, meg 30-nak játszottunk, amikor egyszer volt egy komolyabb koncert, ami teltházas volt, ott meg akkora tülekedés volt a zenekarok között, hogy a mi szlotunkban már fölpakolt egy másik zenekar konkrétan. Szóval vicces volt ez az egész helyzet. Játszottunk a Lamboursba, Brooklynban, ami szintén ilyen old school hely. Ellébe, hogy hívják azt a helyet, ami szintén, most nem fog eszembe jutni a neve, de hogy ilyen szuper kurva jó szitukba voltunk, és hát tényleg az egész egy hatalmas élmény volt, ami a mai napig is kihat az életemre, meg rengeteg tapasztalatot gyűjtöttünk ott. Mikor jött el az a felismerés, hogy ti hazajöttök? Nem akartunk illegálisak lenni, és az illegalitásba menni úgy, hogy ott maradunk, de hogy mondjuk nincs zöld kártyánk, nincs semmink, és nagyon a zenekarban hittünk. Úgyhogy volt, tehát így láttuk azt, hogy próbálkozunk, hívtunk kiadókat a koncertünkre, nem jöttek el, próbálkoztunk leveleket küldeni, e-maileket küldeni, akkor az még úgy volt, hogy bementem a könyvtárba, és a könyvtárban volt ingyenes internet, meg a Times Square-en volt az Easy internet, és akkor az Easy interneten küldözgettem minden nap a leveleket a kiadóknak, leírtam a kis zenekartörténetünket, és akkor stb. Aztán nagy nehezen találtunk egy Meggetti Radio Promotions nevezetű céget, akik tök cukik voltak, ők azzal foglalkoztak, hogy a közepes kiadóknak a zenekarait juttatták el ilyen college rádiókba, amik tökre sokat hozzátettek a metalhoz, meg a rockzenéhez. Tehát ezek kisebb rádiók, picik, undergroundak, de föltesznek a térképre. És ők akartak egyfajta ilyen, nem tudom, segítséget nyújtani 3 zenekarnak, köztük nekünk, és rá is kerültünk a CD-jükre első zenekarként, ráadásul 3 dallal, és csináltak egy showcase koncertet, ahova elhívták a kiadói kapcsolataikat, de pechünkre pont ott volt velünk párhuzamosan az ACDC Hall of Fame beiktatása a Roseland Barroom nevezetű nagy helyen New Yorkban, ahol az egész szakma ott volt, mert itt ingyen volt minden, úgyhogy a koncertünkre csak a szokásos magyar haverjaink jöttek el, meg pár nyilván ott felbukkanó figura. Az volt a végső pont, amikor úgy döntöttünk, tehát hogy úgy döntöttük, ha ez jól sikerül, akkor maradjunk, és csináljuk tovább akár nem annyira legálisan, és találjunk feleségeket, és maradjunk Amerikába úgy, hogy megpróbálkozunk ilyen trükkökkel, de úgy éreztük, hogy nagyon sok az ilyen visszapattanás bizonyos helyekről, és nem, tehát hogy annyira nem akartunk belebolondulni ebbe az egészbe, hogy csak azért maradjunk. Ez az egyik része, a másik része pedig az, hogy láttuk, hogy közben a Dánkó, a Newborn, ők már játszottak Európa szerte itt magyar zenekarok, és azt gondoltuk, hogy vissza kéne menni Magyarországra, ott egy kicsit rendbe szedni magunkat zeneileg minden szempontból, kis levegőt kapni, és elkezdeni az európai turnézást, és így is lett, tehát amikor hazajöttünk Amerikából, mi nekiálltunk, aztán keresztbe kasul bejártuk Európát is. Így 20-20 év elteltével ma is megismételnétek ugyanezt? Hát jó kérdés. Én sajnos eljutottam oda, ahol annak idején, amikor bementem először a Magneotonba, és a Pásztor Laci mondta, hogy hát ez tök jó, csak miért nem nyomjátok magyarul. És akkor kirögtem. Ennek ellenére azért csináltunk egy félig magyar számot, a Káint. Most pedig én vagyok egy kiadónak a vezetője, és én szoktam néha azt mondani zenekaroknak, hogy figyeljetek, ez tök jó, de lehet, hogy érdemes lenne magyarul. Szóval egy picit sajnos, és most ez a következő időszakom kitűzött cél, hogy valamennyire próbálok azért azon dolgozni, amennyire időm engedi, hogy azért hátha össze tudunk egyszer mi is hozni egy külföldi alkalmas zenekar. Csak egyszerűen annyira egy lutri továbbra is, a mai napig is ez az egész kijutás, hogy egy komoly ember, akinek a megélhetése fontos, a cége fontos, hiszen itt azért tényleg komoly kiadásokról beszélünk napi szinten, egyszerűen nem áltathatom az előadómat azzal, hogy majd biztos ez vagy az lesz külföldön. Semmilyen biztost nem tudunk neki garantálni. Azt viszont, hogy Magyarországon fellépjenek a Budapest Parkba, a Volt Fesztiválon, ezeket szinte biztosan tudjuk garantálni azoknak, akik belátjuk azt a tehetséget. Tehát én úgy igazából nem egy komolytalan ember vagyok, és ezért mondom neki azt, hogy jobb a magyar, mint a külföldi. Ugyanakkor a bennem élő kis blindos Geri, aki angolul volt, és az nyilván sír bennem, hogy miért mondok ilyet, de nem akarok hülyét se csinálni magamból és a cégemből. Mit csinálnál másképpen? Tehát, hogy most van a Blind Myself, kimentek Amerikába, mit csinálnátok már? Megváltozott a technika, a technológia, az információáramlás, bölcsebb lettél, nagyobb tapasztalatod van a pop szakmáról. Ugyanez a szituáció lenne, mit csinálnátok másképpen? Hát ez a legnehezebb kérdés, mert tehát olyan szintű a túlkínálat, hogy nagyon-nagyon nehéz egyedi identitást találni. Néha még nem is kell hozzá feltétlenül egyedi identitást. Nézd meg az Ektomorfot, aki a talán legtöbb sikert elért magyar zenekar a rockzenében, hogy ők nem annyira egyedi zenével jöttek, tehát egy jó ideig egy olcsóbb Soulfly és Sepultura kópia zenekar volt, viszont volt az volt a saját identitása, hogy itt egy roma srác énekel Magyarországról dühesen, annyira nem is jól angolul, az volt az, ami megfogta ezeket az embereket. Mi pedig azt hittük, hogy a mi zenénk a sokkal különlegesebb, sokkal egyedibb, mint az övéké, és hogy miért nem mondjuk egy Blind Myself-fel akarnak dolgozni ezek a kiadók. Csak bennünk meg nem volt meg az a különleges egyedi íz valószínűleg, ami átütötte volna azokat a falakat, amik eleve olyan erősek és olyan magasak, hogy nagyon nehéz megoldani. Nem tudom, mit lehetne másképp csinálni. Később bejött ez a MySpace jelölgetés, meg lehet sok mindent csinálni. Most mit tudom, most a videóklippet érdemes szerintem jóra megcsinálni nagyon, minél faszábbra a saját produkciódat, és például célzott YouTube hirdetésekkel egész jó eredményeket lehet elérni, el kell juttatni az emberekhez a zenét. Nagyon nehéz külföldre. Itthon szerintem ennél demokratikusabb már nem is lehetne a piac. Most ez elég tényleg egy dal, ezt sokszor el szoktam mondani, és egy közepesebb videóklip, és most holnap után, ha tetszik a zenéd, akkor sikeres és befutott előadó lehet. Mi a menedzsmentünknél az összes zenekarunk ilyen, egyik napról a másikra lettek sztárok, és nekünk kellett utána loholni a sikerüknek, a tapasztalati tőkével hozzájuk építeni azt a menőséget, amit élőben kell nyújtaniuk, hiszen nem 10 évig vacakoltak külföldön, meg akárhol, hanem egyszerűen csak befutottak. Ez kevésbé jellemző szerintem Nyugat-Európában, bár most ugye a TikToknak köszönhetően azért, meg azért a YouTube-nak is, de a TikToknak pláne, hogy most azért teljesen 0 kilométeres emberkékből lett világsztár. Például itt van ez a Lil Nas X nevezetű srác, aki egy TikTokerből lett most már mondhatni világsztár, vagy a Bella Porch, aki szintén egy tavaly mórikáló volt, idén pedig a több 100 milliós nézettségű YouTube videója van, mert a TikTokon felkapták őt, és sokan követik. Szóval, hogy vannak mások, de akkor van baj szerintem ezzel a dologgal, amit most föltettél, amikor valaki túlságosan elkezdi szorítani, és azt hiszi, hogy ha én TikTokon csinálok egy hülye videót, vagy YouTube-on, nem tudom, hegedűket teszek a zenémbe, és lángos zabálok, és gulyás kiabálást csinálok, akkor biztosan le fognak szerződtetni minket a külföldi kiadók. Szóval hogy ezek a dolgok szerintem, ha nem jönnek organikusan egy előadóból, az erőltetett lesz, béna lesz, ciki lesz, és nem fog kelleni külföldön. Szóval úgy igazából abszolút nincs sikerreceptem, lehet, hogy egy idős nénit fognak egyszer világsztárra tenni Magyarországon, mert azért szimpatikus, vagy lehet, hogy mint a románoknál egy hipergagyi dance előadó lesz esetleg világsztár Magyarországról, mert van egy olyan húk a számában, ami baromira be fog ütni az egész világon. Szóval, hogy szerintem bármennyire banális ez, én mindenkinek azt tudom tanácsolni, hogy legyen önmaga, és csinálja úgy, ahogy ő akarja, aztán legfeljebb pofára esik, mi baj lehet. Nagy rockmenedzserek is ugyanezt mondják, hogy ha sallangot ráraksz, a közönség nem hülye. Ha őszintén kijön belőled, az működik. Hát mi is elkezdtünk gondolkodni, tudod, hogy kurva életben, mert most ugye milyen egy magyar zenekar? Egy magyar zenekar általában, de a belarusz is, múltkor végignéztem, a 444-en volt egy tök jó összeállítás, hogy a belarusz zenekarok azok lázadnak ott ugye a faszfej csávó ellen, és hogy, de a zenéket hallgatva ugyanolyan, mint egy amerikai, ott is van trap zenekar, ott is van még punk zenekar, oly punk, meg ilyenek, szóval, hogy zeneileg bárhova mész a világon, megtalálod ezeket a sémákat, tehát úgy igazából a Magyarország az ugyanúgy, mint egy csomó más állam, tehát ugye nem kell emiatt haragudni magunkra azért, mi egy angol száz követő ország vagyunk, és a Blind Myself is próbált újdonságokat hozni a maga módján, összemixelgetni a dolgokat, de ugye amikor a legnagyobb újdonságokat hoztuk a második lemezen, amikor direkt próbáltunk az összes akkori klisétől messzire kerülni, akkor emlékszem, szegény Keleti Tomi volt akkor ugye a kiadó, hát az konkrétan tökön szúrta magát, hogy mondta, hogy Geri, bazd meg, Geri, legalább egy kibaszott slágert tettetek volna erre a lemezre. És igaza volt, mert bár a mai napig is a szakmában az egyik kedvenc lemeze az igazi whitefülőeknek tőlünk, de én se szerettem azt a lemezt, túl bárdolatlan, túlságosan. Azoknak tetszik, akik sok zenét hallgatnak, és nekik is már telement a fülük a klisékkel, viszont az átlagembereknek nincs ideje ennyire sok zenét hallgatni, és ők jobban szeretik a kecsibb dolgokat, amik egyből működnek. Mondjuk egy System of a Down, azt meghallgatod, egyből tudod a refréneket, következő hallgatásnál, vagy mint egy Rammstein, következő hallgatásnál már énekled a lemezt. Lehet, hogy az ötödiknél mondjuk leteszed, de valószínűleg az átlagemberek nagy része nem jut el az ötödik hallgatásig sem. Blinddal csináltunk, amikor feloszlottunk, akkor elhatároztuk, hogy úgy igazából nem feloszlunk, hanem két évente összehozunk egy bulit. Tavaly is lett volna egy második ilyen, nem tudom, föltámadásunk, egy rövid föltámadásunk. Nem akarunk visszajönni soha, azt nem tervezzük, mert nem érezzük úgy, hogy ennek van értelme, meg létjogosultsága. Meg egy zenekar vagy működik, vagy nem működik úgy igazából. Tehát, hogyha elkezdesz dalokat gyártani, akkor ahhoz kell pénz, és hogyha csináltál egy bizonyos minőséget, akkor utána leadni azt, hogy most nem csinálunk egy olyan jó minőségi klippet hozzá, meg nem teszünk bele apait, anyait, akkor annak semmi értelme, viszont ha beleteszünk, azt a pénzt valonnan elő kell teremteni, ha nincs koncert, akkor meg nincs pénz. Úgyhogy szerintem csak ilyen előjövünk itt két évenként ez a terv. Tavaly lett volna, koncert az elmaradt a Covid miatt, idén novemberre be vagyunk írva az Akváriumba, a Nagyhalba, de még nem tudom, hogy van-e értelme megtartani ezt a koncertet most így, hogy egyfogyás és ilyen nagyon hektikus most jelen pillanatban még, és mondjuk egy blindot nem tennék tönkre most amiatt, hogy most éppen ilyen helyzet van, lehet, hogy még érdemes várni egy évet, úgyhogy ez van. Én meg alkotgatok, csinálok egy ilyen hobbi projektet most éppen. Nagyon szépen köszönjük Tóth Gergőnek a mai beszélgetést. Következő adásunkban pedig a Sexepil képviseletében László Viktor, a Fresh Fabrikéban pedig Szabó András fog válaszolni kérdéseinkre. Addig is, sziasztok! Sziasztok! A Wanted Podcast az NK a hangfoglaló program támogatásával készült. Iratkozzatok fel csatornánkra!